Ebben a videóban le fogok leplezni 10 plusz 1 mítoszt a Stumble Guys-ban, és már itt is van az első mítosz, ami arról szól, hogy át tudok rúgni a lézeren. És ez most nem jött össze, ezt gyorsan meg kell próbáljam még egyszer. Erről a mítoszról több bizonyíték is van, hogy működött vagy működik, csak én basztam el az előbb. Úgyhogy most még egyszer megpróbálom. Oh! Na jó, ezt nem hiszem el. Srácok, mi ez? Á, csak jól kell időzíteni, és akkor át tudok rúgni a lézeren. Mi az Isten? Első mítosz leleplezve. És ugyebár mondtam, hogy 10 plusz 1 mítosz, és az a plusz 1 mítosz az az, hogyha feliratkozom most erre a csatornára, akkor egy héten keresztül szerencséd lesz, és ez a mítosz igaz, srácok, mindenféleképpen tegyétek meg. A következő mítosz az lenne, hogy elvileg ezen az over and under pályán, azaz az uborkás pályán, ami most vagyok, ott a célba a végén bele tudunk rugni konkrétan, tehát bele tudunk menni a cél alá. És itt is vagyok a célnál, elvileg, ha ide állok, és... azt a mindenit! Mi a franc? De ez az a vicc, hogy ezt sose próbáltuk ki, pedig annyira könnyű lett volna, meg senki se tudta még ezt beadni, vagyis én úgy láttam, és ha itt ugrok egyet, akkor gondolom egyből be is érnék a célba. Hát ez hihetetlen, srácok, ez a mítosz, igaz? Úgyhogy nézzük is meg, beérek azért a célba, ha így ugrok. És igen, feljövök a talajon. Ez a mítosz is igaz, na de nézzük is a következőt. A következő mítosz nagyon ledöbbentett, ez hihetetlen. Ugye itt a havaspályán rengeteg trükk van, hogy átmennek oda, átmennek ide, itt szoktuk ezt kerülgetni, szoktunk azon átjumpolni, de egy ilyen egyszerű módot találtam, egy ilyen mítosz, hogy elvileg ezen a tömbben itt egyszerűen csak át lehet rugni. És ezt eddig miért nem tudtuk? Ennyire egyszerűen végig át lehetett menni, de mi mindig szoptunk, mindig... Hát ez hihetetlen. Ez teljesen hihetetlen. Hát ez a mítosz igaz. Ez valami elképesztő. Ugye már volt ez a mítosz, hogy át tudok rúgni a lézeren. Na de ott csak egy szál lézeren tudtam átrúgni, és nagyon nehezen. Na de most egy olyan videót találtam, ahol nem csak egy ilyen egy lézeren tudok átmenni, hanem rengetegen. A Taunttal, srácok! Taunt-nak a segítségével! Elvileg át lehet menni. Még egyszer megpróbálom, kicsit közelebb kell állni a lézerhez, vagy nem is egyből kell lennél a lézernél, mert kicsit várni kell, srácok, a gyorsabb lézerekre, és elvileg ott fog működni ez az egész dolog. Na nézzük meg, itt kipróbálom, ide jövök közel is! Mi van? Következő mítosz, amint látjátok, a Mr. Beast-es pályán található, egy óriási láthatatlan glitch van a játékban, vagyis van több is, de én most ezt fogom itt bemutatni nektek, ezen nagyon-nagyon meglepődtem, ugyanis ezt még én nem láttam, ezt a glitchet, ezt a láthatatlan glitchet ezen a pályán, viszont ha már itt vagyunk, mutatok is nektek egy trükköt itt a Mr. Beast-es pályán, ezt mindenféleképpen érdemes meghallgatni, aki szeretne egy jó tanácsot tőlem. Hogy itt megvárjatok ezt a kék labdát, ebbe belementek, és ez feldob idáig titeket. Ez egy nagyon jó trükk, és innen ennyiből már oda át tudtok menni, amit látjátok, így el tudjátok kerülni. De nekem muszáj volt ide feljöjjek, ugyanis itt található az a láthatatlan. Figyeljetek, vajon ez igaz? Itt nem is lehet tovább menni, na de... Azt a rohadt, srácok, mi az Isten? Azt a... Na jó. Na jó, és itt meg be tudtam jönni. Hát srácok, a következő mítosz ismételten a havas pályán lenne, és nem máshol, mint egyből itt az elején, ahol ilyen korlát található, ugyanis volt már az a mítosz, hogy át lehet azon rugni, most van még egy, hogy a korláton is át lehet rugni, hát ez hihetetlenül ennyire bágos, ezt nem fogom elhinni, na de nézzük meg. Hoppá, viszont azért ez, nem minden jön össze azért, srácok, nem, nem. Dehogy nem. Micsoda? Dehogy nem. Korláton is át lehet rugni. Mi az Isten? Nem, ez hihetetlenül bágos ez a játék, úgyhogy ez a mítosz is igaz, most már minden igaz szintes, srácok. És elvileg még van az a mítosz, hogy itt is át lehet rugni. Aha. A következő mítosz a Space Race mappon lesz. Hú, de rég használtam már ezt a pályát, vagy nagyon-nagyon rég dobja be. Srácok, és az lenne az egész mítosznak a lényeg, hogy elvileg ebbe a kőbe bele lehet menni, és ott alul meg lehet állni. Na erre most nagyon kíváncsi vagyok. Aha, hát ez egyelőre nem. Hopp, de, majdnem. Az előbb, várjátok ezt még egyszer. Hopp, itt van. És igaz,
Aszta! Ez a mítosz igaz, srácok, magától mozog, én hozzá nem érek, hihetetlen srácok, és vége is lett a körnek, úgyhogy let's go! Na nézzük is a következő mítosz. Srácok, viszont a következő mítosz nagyon-nagyon érdekes lesz, az itt van a jungle rollpályán elvileg láthatatlanná tudtok válni egy olyan módszerrel, ide kell hátra jönni, és elvileg ebbe bele lehet menni, és ha itt benyomtok egy tauntot, ez nem értem, hogy ez hogy lenne lehetséges, bele se lehet menni, hihetetlen, elvileg pedig úgy van, hogy ebbe bele kell menni, és oda közéig állni, és akkor itt benyomsz köztük egy tauntot, elmegy, akkor láthatatlan leszel. Hát bele se tudok menni, itt még próbálkozok egy kicsit, de belerúgni se tudok. Ez a mítosz hamis, srácok, azért már illet valami hamis is, hogy nézzük is a következőt, srácok, ami ismételten itt lesz a jungle roll pályán, és egy olyan mítosz van itt ebben az egészben, hogy elvileg, ha idején, figyeljetek mindjárt egy pillanat, idején erre ki fogok állni. Aha, ez nem olyan egyszerű, nem ilyen egyszerű, de arra a pirosra ki kell állni. Elvileg, ha az sikerülne neked, akkor ott van egy óriási rés. Azta, micsoda, ez hihetetlen. Elvileg itt repülni is tudsz, egy ilyenről is hallom, de aha, ez nem. Úgyhogy ez a mítosz viszont igaz. Következő mítosz ismételten az uborkás pályán van, az over and under pályán, és a vége fele lesz egy óriási mítoszt, amit beszeretnénk nektek mutatni. Na, hogy igaz-e vagy hamis, az majd most ki fog derülni hamarosan, úgyhogy elsőnek is el kéne odáig szépen jussak, itt a trükköket alkalmazom tökéletesen. És ha ez igaz, akkor egyben egy nagyon jó trükk is, hogy elvileg nem kell ide az elsőre felugrani, aztán ide is, aztán be a célba, hanem már rögtön ide a másodikra fel lehet ugrani. Ez a mítosznak a lényege. Aha, egyelőre még nem. Még egyszer, hát rugást próbálom, de... Hát ez nem egyelőre nagyon nem. És a következő mítosz ismételten itt van az uborkás pályán, srácok, ami az lenne, hogy be lehet rúgni ebbe az egész nagy tömb alá. Na, erre kíváncsi vagyok, és... Micsoda! És tényleg, srácok, az alá be lehet rúgni. Hát ez nagyon meglepett most engem, hogy az alá is be lehet rúgni, az alá az egész tömb alá az uborkás pálya végén. Ez a mítosz is igaz, nézzük is a következőt. A következő egy-két mítosz a lávarás pályán lesz. Nézzük is abból rögtön az első mítosz. A lávarás pályán az első mítosz az lenne, hogy innen, ha megkerülöd a vulkánról, konkrétan be lehet menni a célba, nem kell, tehát azt az akadályt teljesen el lehet kerülni. Oh. Na de nézzük is akkor, leugrok ide, és elvileg az a mítosz, hogy itt teljesen meg lehet, hogy itt teljesen végig lehet menni a pálya körül. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, egyelőre nagyon jó, egyelőre itt nagyon jól haladok. Aha, ott megsültem, lehet, hogy valami véletlen eset volt, de megpróbálom még egyszer. Hát ott tényleg megsülök mindig. Ott mindig megsül mindenki? Nem, itt ki lehetett ez kerülni, oké. Okay. És rácok, nagyon jól haladunk, megkerülöm a jó, mi mindig. Na, takarodj! Hát ez hihetetlen. Jaj, ne, azért ne essek már le, bazd. Nem áll, srácok, ez hihetetlen. Ne! Viszont ha ott elrontod, akkor nem kapsz checkpointot. De ez a mítosz, hát hamis. Ez a mítosz hamis. Ugyanis nem lehet itt végigmenni, de majdnem. Na de viszont a következő mítosz az egyik legdurvább, sőt, a legdurvább hátvízos pályán. Elvileg, amikor már ott vagyunk a kocsiba, lehet visszafele menni, a végén meg lehet fordulni, és visszafele lehet menni a kocsikkal, tehát visszafele a pályán. Hát ez hihetetlen lenne, úgyhogy ezt most le fogom tesztelni, hogy igaz-e, vagy hamis. Nagyon jól kell időzíteni, nem tudom, srácok, de valahogy... nem jó! Kivették ezt a mítot. Régen ez pedig működött, egy-két videót is láttam róla. Vagy most csak nekem nem jött össze. Hát, srácok, én most ezt a mítoszt hamisnak nyilvánítom. És érkeztünk az utolsó mítoszhoz, ahol viszont a Lost Temple pályán ott a végén a hatalmas kőgolyónál van egy olyan mítosz, hogy a pajzsemót, hát ha benyomjuk, az rögtön feldob, és ezáltal konkrétan felette át tudunk úgymond repülni. Na, erre vagyok nagyon kíváncsi, ezt gyorsan ki is fogjuk próbálni, hogy igaz-e vagy hamis. És itt is vagyunk, nézzük is meg, benyomom a pajzsot, és... Hoppá! Át tudtam rajta menni, viszont nem annyira, mint ahogy mondj... De! Ez a pajzs emótával, ezt is túl lehet élni, ezáltal
Konkrétan a kőgolyó felett is át tudunk menni, mi a franc? Köszi mindenkinek a figyelmet, aki itt volt, mindenféleképpen iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót, mindenki a kommentben, mindenki kivétel nélkül írjon egy mítoszt, vagy akár kettőt, hármat is írhat, amit a következő ilyen videóban meg tudok csinálni, illetve egy W-t is írhattok a kommentbe. Vamos, illetve W, srácok, legyetek jók. Én Noel voltam, ciao.